Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Huszti Andrea az Iszomtól, akik legújabban azt követelik a parlamenttől, hogy alkoholmentes legyen. Ez lesz a nyitó kérdésem. Kezi csokolom, jó reggel. Mi történt? Miért kell alkoholmentessé tenni a parlamentet, hogy jól meggondolt döntéseket lehessen hozni alkoholgőz nélkül? Mindenféleképpen. Ahogy más szakmákban is ez elvárható, azt gondoljuk, hogy a törvényhozásban is legyen ez így, hogy józan fejjel és mindenféle értelemben józan fejjel legyenek meghozva törvények, szabályozások. Úgyhogy ezért is javasoltuk ezt, illetve a másik az, hogyha nem tudom, valaki rosszul lesz, vagy azonnal ugye szárnyra kapnak mindenféle ilyen jellegű úgymond pletykák, és ezeket városi saját legendák. Maguk ki tudják ezzel védeni, tehát egy ilyen gyakorlatilag egy munkahelyi szondáztatás, hogyha ezt így lehet venni. Ezen kívül egy központi témájuk van, amit én sokszor felvetettem, és mindig az volt a válasz, hogy egy demokratikus országban az emberi jogok, hogy mindenki eldöntse, hogy beoltatja magát vagy sem. Önök azt követelik, mondhatnám, hogy eléggé helyesen, főleg most tudom, hogy már negyedik alkalommal vendégszerepel a vírus nálunk, és ez a hullám egyre nehezebb lesz, hogy kötelező legyen az oltás. Mennyire népszerű ez az ötlet? Igen, én nagyon örülök, hogy most ezt itt kifejthetem. Ma ugye tegnap ment ki ez a közleményünk, aminek a címe egy szigorúbb, de azért egy konkrét javaslatot tartalmaz maga a közlemény. Tehát azért nem ilyen szigorúan vennénk ezt, hogy akkor most mindenkit állítsunk a falhoz és oltsuk be. Hát a falhoz nem állítsunk senkit. Én de most az oltásról mindenki, beszéltem. De az oltás mindenki menjen és vegye föl. Beszéltem, hanem itt azért... Ugye, ha csak a társadalombiztosítást nézzük, az egyfajta nemzeti kockázat közösség. Az egészségügyi törvény is kimondja, hogy a társadalom védelme az közérdek, és mindenkinek minden tőle telhetőt meg kell tennie, hogy ne kockáztassa a bárkinek az egészségét, sem a sajátját, se másokét, stb. Itt ugye azért az egy szélesebb dolog. Az egyébként is, hogy fogalmazzak finoman, rossz karban levő egészségügyi ellátórendszer egyszerűen, és ezért is nem hasonlítható most ez a koronavírus járvány az megelőző influenza járványokhoz, mert sokkal jobban leterheli az egészségügyi ellátórendszer. Meg azért ez halálos. És azt azért pontos információim nincsenek, mint ahogy senkinek, és egyébként ez nagyon nagy probléma, hogy a kormány nem tájékoztatta megfelelően az embereket, illetve szerintem az ez is az nagy ön probléma, privát hogy véleménye... Oké, ez az én privát véleményem. Én, mint egészségügyi szakdolgozó, látom ezt, hogy szerintem nem megfelelő ez a tájékoztatás, és pontosan ettől lehet pánikkeltésre okot adni, ezért szabadulhatott el a média, nem voltak normális adatok, ilyen olyan külföldi példákat. Most már a médiára fogjuk, azért nem oltották be az emberek magukat, mert a média hibás? Nem, én nem ezt mondom, én azt mondom, hogy nagyon sok összetevője van ennek a dolognak, hogy miért alakult ki ez a fene nagy megosztottság oltottak meg oltatlanok között, ezért van ennek egy másik. Eléggé érthetetlen, hisz kultúrlények, vannak köztük orvosok és professzorok, akik valamiért nem teljesen érthető módon, legalábbis számomra, legendákat találnak ki, és megmagyarázhatatlan, hogy miért nem akarják beoltatni magukat. Igen. Tudok hozni egy nagyon jó példát szerintem. A kemoterápia életeket ment. Közben egészséges sejteket gyilkol, de életeket ment.
és nagyon-nagyon sokan most már, én 20 évig onkológiai területen dolgoztam, nagyon-nagyon sokan meggyógyulnak a rákból, és főleg akkor, hogyha az időben észre van véve. Tehát itt megint oda tudunk menni, hogy megelőzés, megelőzés, megelőzés. És hogyha úgy tudunk megelőzni dolgokat, hogyha vállaljuk ezt az együttes, tehát ebben a kockázatközösségben való részvételt, mivel a társadalom tagjai vagyunk, akkor beoltatjuk magunkat, és nem csak azért, hogy én ne fertőzzem meg önt, vagy ön engem ne fertőzzön meg, mert ilyeneket is hallunk, hogy nem 100%-ig véd a vakcina, és ez így is van. Egyébként én egészségügyi berkekből azt hallom, hogy azért az oltottak nagyon kevésszer jutnak el az intenzív osztályig. Tehát, hogyha kórházba is kerülnek, intenzív osztályra biztos, hogy nem. Viszont a többi beteget, akik nem COVID által betegek, azoknak az ellátását baromira veszélyezteti az, hogy tele vannak oltatlanokkal a lélegeztetőgépek, az intenzív osztályok. Mert lehet, hogy én holnap kapok egy szívinfarktust, de nem fognak tudni elhelyezni egy intenzív ágyon, és én ebbe bele fogok halni. Hát bízunk benne, tehát, hogy ennek van egy ilyen másik oldala, és értem, hogy korlátozva érzik magukat azok, akik oltás ellenesek, de én meg ilyen szempontból érzem magam korlátozva, hogy fogok én kapni. Én nekem 3,5 éve volt egy nagyon masszív tüdőemboliám. Azóta nekem évente kardiológushoz kell mennem, mert csak úgy kapok gyógyszert, ha van szakorvosi javaslatom, egyébként tök egészséges vagyok, minden a legnagyobb rendben van, de most már az elmúlt 2 évben én arra kényszerültem, hogy magánrendelésre menjek kardiológiai kontroll vizsgálatra egy ilyen betegség után, amiben nekem gyakorlatilag tankönyvileg meg kellett volna halnom, és én hiába fizetem a társadalombiztosítást, most nekem még ki kell fizetnem a magárendelést, mert éppen nem jutok be kórházba, mert éppen vagy le van zárva, pontosan, vagy nincs időpont, elképesztő módon kitolódtak a várólisták. Tehát azért mondom, hogy hát nagyon nehéz ezen vitatkozni, én csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ennek tényleg van egy másik oldala is. Abszolút. Na de ugyanakkor a preventív, az, hogy a gyerekeink ne legyenek elhízottak, hogy egészséges életmódot, mert elég az, amit különben is összeszedünk, tehát fölkészüljünk a nagybetűs életre már 0 éves korunktól. Igen, és erre is vannak például kötelező védőoltások, ugye, amiknek a sora az elmúlt évek folyamán is bővült, erről szintén az egészségügyi törvény rendelkezik, mert az egészségügyi törvény azt is kimondja, hogy amennyiben bármilyen kockázat áll fent, akkor megengedhető a szabadságjogoknak a korlátozása. És ezért is volt a közleményünkben az, hogy de ahhoz, hogy kötelezővé legyen téve egy oltás, ugye ezt mindig a miniszter rendeli el, és ez alapján ugye módosítják is az egészségügyi törvényhez kapcsolódó rendelkezéseket. Ahhoz, hogy kötelezően, ahhoz meg kell felelni szakmai és állami feltételeknek. Tehát szintén megint az egészségügyi törvényre tudok hivatkozni, hogyha az állam vagy a kormány egy kötelező védőoltást elrendel, akkor azért igenis vállalnia kell a felelősséget mindenféle szinten. Értem. Önök készülnek a választásokra, most van már elég jelentkező? Bocsánat, még annyit elmondanék ehhez, mert az kimaradt, hogy amíg ez nem lehetséges, tehát hogy ezt mi nagyon jól látjuk, hogy jelen pillanatban ezt az oltást nem lehet kötelezővé tenni. Hát de előbb-utóbb, hogyha az osztrákok a jövő héttől kötelezővé teszik. Én februártól hallottam, mert addig még társadalmi meg akarják győzni. Igen, Németországban is úgy tűnik, hogy kötelezővé teszik. Ausztriában, Németországban és környező országokban este már kijárási tilalom van. Tehát előbb-utóbb, hogyha nem tudnak az emberek lelkére beszélni, akkor nem lesz más megoldás. Igen, és hogyha meg még így marad, tehát hogy nem növekszik az oltottak száma, én azt hiszem, hogy most mi 6 milliónál tartunk, és ott valahogy megrekedt. Már túl vagyunk egy kicsit a 6 millión. Meg az első, vagy a harmadik oltást is felvették már. És ugye most ugye elkezdődött az oltások hete. Tehát, hogyha tényleg nem akarjuk azt, hogy a szabadságunkat akkor korlátozzák, tehát lezárások legyenek, kijárási tilalom, stb. Hát saját magunk kovácsai vagyunk. Én a héten megyek a harmadik oltásra, de azt még el szeretném mondani, hogy ugye itt volt már, tehát az egészségtelen dolgokat mindig is adóval sújtották. Tehát itt volt chipsadó, ugye a cigarettán rajta van a jövedéki adó,
illetve hát az üzemanyagon is van jövedékkiadó. És az alkoholon akkor, milyen adó? Az alkoholon is van jövedékkiadó, tehát hogy azért itt, akik neki ilyesmi jellegű hobbija van, azért annak pluszba önpusztító ki kell, hobbija akartam ki kell mondani. Vennie a részét, igen. Tehát azért is írtuk még a közleményben azt, hogy aki nem oltatja be magát, és nyilvánvalóan itt az orvosi kontraindikáció, tehát amikor valakinek ellenjavalt orvosilag a védőoltás beadása, az nem számít ebbe bele. Az teljesen világos és érthető. Egy pillanatra, az fizesse ki az ellátását. Így van. Egy pillanatra azért nézzük meg, mert önök a kádári időket szeretnék visszahozni. Nem. Igen, de hát úgy tűnik, mintha a régmúltat szeretnék. Mi történik? Van már elég képviselőjelöltjük? Igen, nagyon szép számmal növekszik a számuk, és most már lassan el fogjuk érni a listállításhoz szükséges 71-et, nyilvánvalóan többre fogunk menni, hogy bebiztosítsuk magunkat. Visszatérve Kádárra, Kádár egy szimbólum. Annak a szimbóluma, hogy 1968 után azért egy ebben az országban voltunk. Még nem látott felemelkedés, szociális felemelkedése lett a munkásoknak. És mi ezt a jelenleg 4,5 millió magyar munkás, dolgozót, munkavállalót kívánjuk képviselni, mert azt láttuk az elmúlt 30 évben, hogy sajnos ez a Magyarország gyűlésben nem képviseltetik ez a réteg. De hát ennek ellenére a közvéleményi kutatók nem jósolnak fényes győzelmet önöknek. Igen. Fényes győzelemről azt tudom mondani, hogy én már többször elmondtam, hogy reális céljaink vannak, nem kormányzásra készülünk, hanem arra készülünk, hogy legyen a Magyarország gyűlésbe végre egy erős baloldali frakció, aki képviseli ezeket az említett embereket. És ezért együttműködnek majd az európai baloldallal, a munkáspárttal és minden baloldali... Tárgyalások folynak, még egyelőre ebben nincs sok döntés. Jó egészséget kívánok, bízunk benne, hogy mindenki beoltatja magát. Igen. Én arra búzdítok mindenkit. És egészségesen túléljük ezt, és ne legyen már 5. hullám, legyünk túl ezen, és utána kezdjük a prevencióval megelőzni mindenféle egyéb járványokat is. Sok sikert, és mielőbb visszavárjuk. Most előzetesek jönnek, és egy korábbi interjút közkívánatra megismételünk. Vendégünk lesz felvételről Bán Teodóra. Fogadják szeretettel ezt az interjút is. És ezzel véget ér már a Pirkadat, a Bán Teodóra féle interjúval, viszont egész nap várjuk Önöket jobbnál jobb műsorokkal. Ne felejtsék el, mi azért vagyunk 7x24-ben, hogy Önök soha ne legyenek egyedül. Tartsanak velünk, következik Bán Teodóra. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm.